a pillanatban elkezdődik a nagyváradi Mercedes Bukova Alena mérkőzés. Fehér oroszlánnyal küzd tehát Merci a mai nap utolsó mérkőzésén a lányok U21-es küzdelmeiben. Gyönyörű tenyeres. 3-0-ra vezet a magyar lány. A papírforma az diktálja, hogy Mercinek győznie kell. Reméljük győzni is fog. Ugye, amint látjuk, védőjátékosra áll szemben a magyar hölgy, Bukova Alena személyében. Nulla. Hát ilyen hosszú poénokra számíthatunk a mérkőzésen. Hát egyelőre szépen veszi az akadályt, Mercedes 5-0-ra vezet. Gyönyörűen csinálta. Úgy látszik, érzi a védőket Mercedes. Egyszer a fogadási hiba. Hat kettő. Hat három, zsinórban 3 pontot csinál most. Lukova. Szerválja magát, 8-3. Ez szép, 10-3, nagyon sima az első szett. A második szett, 1-0 a magyar lánynak. Az nagyon meg volt nyesve, szépen csinálta a fehér orosz, 1-1. Jobban megtámadja a labdát a védőjátékos. 3-1. Felélénkült a fehér orosz hölgy. Bukova. Megint szépen csinálta Lena Dubková. 4-2. Mercedes adogat. Ez szép, 4-3. Kilences asztalon Tóth Edina 2-0-ra vezet ellenfele ellen. Tóth Kata, Kovács Karina ellen az első szedben járnak. 10-10, Lukács Csicsi meg tudta verni lengyel ellenfelét. Úgyhogy jól állnak a magyarok most.
főszerválhat. 7-4. Ezt most elüti Merci. 2 pontos az előny. Rukkova szerválhat. 1 kis rögtönzött fotball bemutatót láthattunk a Fehér Orosz Hölgytől. Szerencsés poén után rúgott bele Mérgébe a labdába. 8-5. Ezt kiemeli most Merci. Vette észre, hogy nem volt annyira megnyesve a labda. 8-6. Hét. Kétszer is megpörgette a labdát a Fehér Oroszlány. És ebben a pillanatban időt kéne a Váradi Mercedes edzője. Hát igen, igazából jogos, mert meg kéne nyerni ezt a szetet ahhoz, hogy nyugodtan begyűjthesse a harmadikat is, mert a 1-1-nél már egészen máshogy alakulna a mérkőzés valószínűleg. Minden folytatjuk, tehát. Tíz. Jajajajajaj, ezt most elnézte. Ezt most elnézte Mercedes, szetlabdához jut az ellenfél. Ez viszont gyönyörű. 11-11. Ahogy kell. Egyenlő az állás. Bele a hálóba a pörgetés. 12-11. Szetlabdához jut Nagyváradi Merci. Kettő-tizenkettő. Beletette a hálóba, nagyon nagy volt a fasz benne.
Az gyönyörű. 13-12 Magyar Adi Mercinek. Bejött a labda. Az gyönyörű. 14-13, nagyon szépen pörgeti meg a labdákat, Merci látszik, hogy érzi a nagyon megnyesett labdát, és most már be kéne fejezni, úgy gondolom, ezt a szettet. Piros lap az edzőnek, jelentem. Csia volt Mercinek, 5-5. Nem kényszerített hiba. Belerakta a hálóba Merci, 6-5-re vezet a fehér oroszlány. Eddig a pillanatig 6-6. Kicsit színvonalát vesztette most itt a harmadik szedben a mérkőzés. Nincsenek olyan szép, hosszú labdamenetek. De hát az a lényeg, hogy megnyeri ezt a mérkőzést Merci. Szerencséje volt, 7-6, hát ha máshogy nem megy, akkor a net besegít. 2-7-6, tehát most kéne még egy pontot összeszedni. Jaj, de jó! Például így, egyenes fonákát. 8-6, kapcsol is a közönség. Köszönjük szépen. Nem tudom, hogy van oroszul az, hogy köszönjük szépen, de... Ha tudnám, megköszönném. 9-6. Ajjajjajjajjaj. 10-6. 4 mérkőzés labda. Hát itt szerencséje volt Mercinek a mérkőzés végén, de hát valahogy azért meg kell nyerni a mérkőzést. Ez viszont szép. Egyenes fonák. 10-7. A lányok még birkóznak. Igaz, lehet, hogy jobban nézni neki egy mézbirkózáson, de hát most ezzel kell beérnünk. És őszintén megmondva, beérjük. Egy Nagyváradi Mercedes győzelemmel. Köszönöm szépen a figyelmet a mai napra. Holnap 9 órakor jövünk a ppko.tv-ben.